A magyar szent család Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre erekéi körmenetben érkeztek meg a püspöki palotából a megújult székesegyházba, amelyet még 2018 áprilisában zártak be. A külső felújítás után a templom hajójában 2018 augusztusa és októbere között régészeti ásatások kezdődtek, 2019 januárjában pedig megindulhattak a belső felújítási munkálatok. A székesegyház rekonstrukciója augusztusra fejeződött be. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival közösen celebrált szentmisét a felújított templomban. Szentbeszédében elmondta, a feltámadásba vetett hitünknek meg kell látszódnia az életünkön. Szűz Mária saját magáért, a vele történtekért ad először hálát Istennek. Ő mentes volt az átelető bűntől, neki nem kellett viselnie a halál terhét és örökségét. Ő olyan szorosan kapcsolódott Szentfia életéhez, hogy a halálnak nem volt hatalma rajta. Testestől, lelkestől vétetett fel a dicsőségbe. Erdő Péter megáldotta a felújított templomot és megújította hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország. Társaságunkba várnak minket is, ezért könyörgünk itt a székesfehérvári székesegyházban, hogy a Szent Szűz anyai közbenjárása szabadítson meg minket minden testi és lelki nyomorúságunkból, szabadítsa meg népünket a háborútól, a reménytelenségtől, a kis hitűségtől és minden önzéstől, és segítsen el mindnyájunkat az örök boldogságra. A székesegyházban a felújítás alatt 2000 négyzetméter falképet tisztítottak meg, konzerváltak, állítottak helyre. A főoltár képpel együtt 66 négyzetméter vászonképet, az altemplomban 136 sírtáblát restauráltak. Elkészült közel 1500 négyzetméter műmárvány és stukkófelület, valamint helyreállították a szószéket és minden fémberendezési tárgyat. A műtárgyak restaurálása mellett korszerű audio-vizuális rendszert telepítettek, valamint az épület képét és vagyonbiztonsági rendszert is korszerűsítették.